Eddig csak a Madár Színház tűzte műsorára a Spamalot című musicalt. A Monty Python csoportot, akik eredetileg színpadra alkalmazták, gyakran a Beatles-hoz hasonlítják. A nagy sikerű musical 2005-ös New Yorki bemutatója után 14 Tony jelölést kapott, amelyek közül 3-at el is nyert. Hamarosan a nyíregyházi közönség is láthatja a mulatságosan vergődő angol lovagok hihetetlen kalandjait a 10 év után visszatérő Keszég László rendezésében. Nagyon jó a magyar fordítás, van néhány olyan elem, ami teljes mértékben ránk vonatkozik, de ez nem erőszakosan van történt meg. Két zenés számra vonatkozóan van ez, mozgások is elég jók. Tehát ez egy sketch sorozat, amit összeötvöztek, vagy összegyúrtak nagyon okosan és nagyon professzionálisan egy olyan történettel, ami egy utazás. Tehát szerintem mindenki meg fogja benne találni a számára szórakoztató elemet. Az alapot a Gyaloggalop című film adja, ötvözve a Brian élete jeleneteivel és néhány új elemmel. A rendező úgy fogalmazott, egy fordulatos, térben és időben ugráló színpadi kaland lesz, ahogy Arthur király és a kerekasztal lovagjai keresik a Szent Grált. A darabban pedig feltűnik majd a történész szerepében Arató András, Sir Lancelot karakterét pedig a közel 20 év után visszatérő Mészáros Árpád Zsolt formálja meg. Úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, aki először beszabadult a játékboltba, tehát őrületes izgalommal, nagyon nagy örömmel, egy eufórikus állapotban, tehát ez köszönhetőnek tűnhet, de tényleg olyan jó, hogy megnyugodtam, visszajöttem, ahonnan elindultam. Tehát olyan jó érzés látni azt, hogy mi történt itt, és olyan jó itt dolgozni, és jó lesz, jó emberek között. Mind a rendező, mind a színészek izgalmas kihívásnak és nehéz feladatnak tekintik ennek a musicalnek a színpadra állítását. A könnyednek tűnő darabot először a Rózsakert szabadtéri színpadon láthatja a nagyközönség június 11-én. Szeptember 10-től pedig az új évad részeként a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.